Star Wars kötetek széles választéka a sukics.hu webáruházban. 7% extra kedvezmény a Rixon kuponkóddal. Link a leírásban. Ha minden igaz, pár napon belül, még ezen a héten megjelenik a Köztársaság Fénykora Fergeteg Hajtó című könyv, ami a Dooku az Elveszett Jedihez és a Dr. Aphra adaptációhoz hasonlóan nem egy hagyományos regény, hanem egy úgynevezett audiodráma vagy rádiójátéknak az átirata, gyakorlatilag egy forgatókönyv, melyben csak párbeszédeken keresztül bontakozik ki a cselekmény. Volt szerencsém ezt a hangos könyvet vagy ilyen rádiójátékot nemrégiben meghallgatni, így úgy gondoltam, most pár nappal a magyar megjelenése előtt érdemes lenne erről is elmondanom a véleményemet, mert szerintem nagyon érdekes volt. A történet középpontjában Lorna Dee, a Nihil egyik fergeteg hajtója áll. Az alaphelyzetet azt teremti meg, hogy a köztársaság elfogja őt, mikor úgy gondolják, hogy meghalt, így ő álnéven tevékenykedve próbálja megtalálni a helyét ezen a börtönhajón, a Restitutionön, ahol érdekes belső konfliktusokat nézhetünk meg vele kapcsolatban, illetve néhány visszaemlékezés keretében a múltjába is betekinthetünk. Azt hiszem, nem árulok el nagy zsákba macskát, főleg azon rajongók számára, akik a magyar megjelenés szerint olvassák a Köztársaság Fénykorát, és már a Csillaghullás című regényt olvasták, hogy Lorna Dee-nek végül sikerül kiszabadulnia ebből a börtönből, ám ennek folyamata és a közben lejátszódó különböző személyes és főleg belső konfliktusok, amiken Lorna keresztül megy, nagyon érdekesek voltak számomra, és úgy gondolom, hogy érdekes módon nagyon jól át tudta adni ez a rádiójáték műfaj, csak hangon és párbeszédeken keresztül is mindazt, amin keresztül ment. Lornának a háttértörténete is elég izgalmas volt szerintem. Valami hasonlóra számítottam egyébként, alapvetően ő egy teljesen jótét lélek volt, nem igazán voltak neki rossz szándékai, habár ahhoz, hogy a céljait elérje, néha illegális dolgokba is belement volna, később pedig annyian kihasználták és átverték őt, hogy ezáltal vált azzá, akivé ténylegesen vált, ahogyan már a Köztársaság Fénykora korábbi regényeiben találkozhattunk vele. Egy eléggé szívszúrító története van neki, ami által kicsit közelebb került hozzám a karakter. Nem is kifejezetten értettem, hogy ha már a Köztársaság Fénykorában születik egy ilyen rádiójáték, akkor miért pont Lorna Dee karaktere köré szerveződik ez az egész. Viszont nagyon jó sztorit kerekítettek köré, nagyon-nagyon tetszett ennek a tálalása, és külön érdekes volt az, hogy ez volt az első ilyen rádiójáték, amit én Star Wars-ból meghallgattam, meg úgy szerintem igazából általánosságban véve is az egyik első rádiójáték volt, amit élet hallottam, és nagyon jól ki volt vitelezve az egész igazából, nagyon minőségi volt, egy teljes szinkron cast volt benne gyakorlatilag, olyan volt, mintha egy filmet hallgatnál, gyakorlatilag végig folyamatosan megjelennek előtted az események, a párbeszédek hatására, illetve különböző hangeffektek hatására, amik kísérik a történet alakulását. Külön érdekesség, hogy Lorna Dee-nek a szinkron hangja egy Jessica Almási nevű színésznő, aki minden bizonnyal magyar származású, megpróbálok vele egy interjút összehozni a rebo.hu-ra, ahol majd megpróbálom ezt is kideríteni, szurkoljatok, hogy válaszoljon a megkeresésemre. Összességében véve tehát a Fergeteg Hajtó, vagy angol címén a Tempest Runner, egy nagyon érdekes történet, szóval kíváncsian várom, hogy miután elolvassátok majd írott formában mit fogtok róla mondani. Én egyébként ajánlanám a meghallgatását is, de csak akkor, hogyha tapasztaltabb angolosok vagytok, mert néha még számomra is egy kicsit nehéz volt értelmezni az elhangzó dolgokat, főleg amikor nagyon erős akcentussal beszéltek különböző szereplők, ami azért gyakran előfordult a történet alatt, hiszen a Nihilben nagyon sok idegen van, és a Star Warsban általában az idegenek zömének van egy sajátos akcentusa, így nagyon sok különböző féle akcentus lehet ebben a történetben hallani, hogyha ezt a módját választja az ember a történet abszolválásának, ez egy kicsit megnehezítheti az értelmezést, illetve néha, amikor különböző maszkok vannak a karaktereken, és azon van egy ilyen hangtorzító effekt, néha azáltal is kicsit nehezen érthetővé válik a beszéd, aztán hogyha ez a kettő, az akcentus és a hangtorzító ötvöződik, akkor aztán végképp nagyon oda kell figyelni, hogy ki lehessen venni azt, hogy éppen mi hangzik el. Viszont összességében véve egy nagyon érdekes élmény volt számomra ez a rádiójáték, így jó szívvel tudom ajánlani. Én egyébként az Audible-on hallgattam ezt meg, ahol, hogyha beregisztráltok, van egy ilyen free trial, amivel egy könyvet meghallgathattok ingyen. Én ezt használtam fel, éppen most mondtam egyébként vissza, mert már éppen két nap volt még hátra talán ebből az idézőjeles előfizetésemből, amikor már pénzt is vont volna le az előfizetésért, azért ennyire nem vagyok elered.
kezdve, meg hát nem is túl sűrűn fogok szerintem ilyesmivel élni, viszont, hogyha érdekel benneteket ez, és kicsit tapasztaltabb angolosok vagytok, akkor mindenképpen ajánlom a rádiójátéknak a meghallgatását, mert szerintem nagyon érdekes volt, és kíváncsi vagyok, hogy mit szóltok majd a történethez, hogyha írott formában elolvassátok. Azonban ez a videó most ennyi lett volna, köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, hogyha tetszett, nyomjatok egy lájkot, vagy iratkozzatok fel, ha még nem tettétek volna meg. Ha pedig szeretnétek támogatni a munkámat, a csatornatagság, illetve a szuper köszönettel ezt is megtehetitek. Sziasztok, az erő legyen veletek! Jó srácok, a polkacsereg tök chilles, talán csatlakozhatátok, vagy valami.